Az 1848-as forradalomra emlékezik a Máramarosszigeti Magyar Közösség március 15-én szombaton. Az ünnepi megemlékezés reggel 10 órától ökumenikus istentisztelettel a református templomban kezdődik. Ünnepi műsorral készülnek a Lővei Klára Líceum és a Kisvárdai Testvériskola diákjai. Kisvárdáról 30 diák és tanár érkezik. Ez évben különlegesen a kisvárdai testvériskolás diákjait és tanárait várjuk. 30-an fognak érkezni, akik velünk fognak ünnepelni március 15-én. A megemlékezés az istentiszteletet és előadást követően koszorúzással folytatódik. Koszorút helyeznek a templomkertben, valamint a református és katolikus temetőben. Európai tavasz címmel hirdett megemlékezés sorozatot az 1848-as forradalomra nagybányai területi RMD-hez, melyhez hozzákapcsolódnak a Németh László elméleti líceum diákjai és tanárai, a Lendvai Márton színjátszókör, egyesületek, civil szervezetek és magánszemélyek, az Erdély Magyar Néppárt, az Erdély Magyar Nemzeti Tanács képviselői, valamint a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium vendégei. A megemlékezés sorozat ökumenikus istentisztelettel és ünnepi kórus előadás 11 órától a Szent Háromság templomban kezdődik. Tavaly elkezdtünk egy ilyet, hogy ökumenikus istentisztelet az óvárosban volt. Az idén a római katolikus plébánia vállalta a házigazda szerepet, és tehát ott kezdjük 11 órakor ünnepi istentisztelettel, ökumenikus istentisztelettel a katolikus templomban, Szent Háromság templomban. A megemlékezés sorozat zászlós ünnepi meneteléssel, koszorúzással folytatódik. Koszorút helyeznek a katolikus temetőben a város legelső polgármesterének Fésűs-Menyhért emlékoszlopánál, a Fekete-Sas fogadó Petőfi emléktáblánál, a Teleki Magyarháznál, Gróf Teleki Sándor szobránál, a Városligeti Lendvai szobornál, valamint a református temetőben, a Honvéd sírkertnél. Minden helyszínen a házigazda szerepet az egyházak képviselői, a Lendvai Márton színjátszókör, a Teleki Magyarház, az RMDS vállalja. Az ünnepi műsor délután 18 órától a Városi Színház előadótermében folytatódik. Fellépnek a Németh László elméleti líceum énekkara, a Nikolai Jorga általános iskola diákjai, valamint a Szatmár Németi Haranggyőr Társulat művészei Hazám Hazám című műsor összeállítása. Színérváraján március 14-én pénteken a református temetőnél lévő kopjafánál tartanak ünnepi megemlékezést. Szamosardon a templomkert március 16-án vasárnap Kolton, Magyar Láposon pedig vasárnap 17 órától fellép a Lendvai Márton színjátszókör. Nagybánya területen a más településeken is megtartják és megemlékeznek március 15-éről. Március 14-én Színérváraján a református temetőben lesz ünnepi megemlékezés. Március 16-án Magyar Láposon, ott 17 órától a színházban, ott a Lendvai Márton színjátszókör vendégszerepel. És meg kell említsem még Szamosardot, ott is március 14-én lesz a templomkertben jó idő esetén, a templomban, ha ne talántán rossz az idő. Ott is szintén koszorúzás és ünnepi műsor, és szintén vasárnap ugye Kulton mindig az ünnepi istentisztelettel, illetve koszorúzásokkal. Egyelőre ennyit az ünnepi műsorokról, mindenhova szeretettel várunk mindenkit, ünnepeljük együtt március 15-ét. Több mint 200 szaploncai tiltakozott tegnap Nagybányán a megyeháza előtt. Gyurgyesztán szaplonca polgármesterét jöttek támogatni, akit hétfőn felmentettek megbízatásából, mivel a bíróság egy évi felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. Zászlókkal felszerelve, plakátokkal több mint 2 órán keresztül a prefektus felmondását követelték. Anton Rohián prefektus aláírta Gyurgyesztán polgármesteri hivatalából való felfüggesztését, mivel a prefektus Bukarestben volt küldetésben. A szaploncai tiltakozók Alexandru Bondre alprefektustól követeltek magyarázatot. Miért nem jó a polgármester, ha mi tudjuk, hogy jó? Nekünk jó a polgármester, maradjon a polgármester. Ha nem hagyják meg polgármesternek Petrusztánt, mi forradalmat csinálunk, nem hagyjuk magunkat. Le a prefektussal, kiáltották a szaploncai tiltakozók.
Györgyesztán polgármestert felfüggesztett hajtás engedéllyel való közlekedés miatt ítélték el. 50 ezer lejt utalt a költségvetésből a Máramarosszigeti Helyhatósági Hivatal a Lővei Klára Líceum épületének műszaki vizsgálatára. Az épület tetőszerkezete veszélyezteti az épület biztonságát, az épület falain repedések jelentek meg. Az összeg fedezi a javítási munkálatok elindításához szükséges műszaki vizsgálatot, viszont a terv elkészítésének fedezése már kérdéses. Ez a pénz csak arra elég, hogy csak a felmérést végezzék el, a projektet, a munkálatoknak a projektjére már nem tudom, hogyha elég lesz. A műszaki vizsgálatra az iskola vezetősége már 2 árajánlatot kapott, viszont a legmegfelelőbb kiválasztása érdekében még várják a harmadikat. Szükséges a harmadik is, mivel hogy 3 árajánlatból a legkisebbik árajánlatot kell válasszunk, majd a tervező elkészíti nekünk a tervet, a technikai tervet, amely meghatározza, milyen munkálatokra van szükséges ahhoz, hogy az iskolának a szerkezetét megerősítsük, és a tetőszerkezetet megerősítsük. A műszaki jelentés és a terv befejezése után kiderül, melyek azok az épületrészek, ahol sürgős javítási munkálatokat kell végezni. Az iskola vezetősége reméli, a tetőt nem kell majd kicserélni. Lehet, hogy az egész tetőt ki kell ezt cserélni. Reméljük, hogy ez a munkálat minél hamarabb el fog végződni, mivel hogy nem szeretnénk, hogy jövő telet már így kezdjük. A javítási munkálatokat több mint valószínű az állami költségvetésből fedezik majd. Információs turisztikai központ épül Aknasugatagon. Az ütemterv szerint a munkálatokat 2-3 hét múlva megkezdik, 2015 nyarán kész lesz. Ez lesz az első információs turisztikai központ, mely Európai Uniós támogatásból épül. A költségek, beleértve a tartozékokat, eléri a 120 ezer eurót. Tehát végre Aknasugatagon meg fog történni az, amire már nagyon régen várunk. És pedig az, hogy a község központban meg lesz az első turisztikai központ. És pedig egy olyan épületet csinálunk EU-s pénzből, ahol abszolút mindent meg fog tudni a kedves érdeklődő, avval kapcsolatban, hogy mit és hogy lehet Aknasugatagon és a környéken találni. Tehát ez lesz az új befektetés a turisztikai központban. A munkálatokat egy Maros megyei építőipari cég végzi. Ivászuk Sándor Aknasugatal polgármesterének fő célja a város és környékét turisztikai szempontból fejleszteni. Az információs központ pedig tájékoztatást nyújt majd a környék főbb látványosságairól, üdülési lehetőségeiről, valamint a túrázási útvonalakról. Zákonyi Botond Magyarország bukaresti nagykövetét fogadta pénteken Anton Rohián, Máramaros megye prefektusa. A román-magyar együttműködésről, a Nagybánya-Vaja gyorsforgalmi tervének a megvalósításáról, az erdélyi autópálya infrastruktúrájának fejlesztéséről, valamint a két ország határmenti városait összekötő útvonalak rehabilitációjáról tárgyaltak. Zákonyi Botond Magyarország bukaresti nagykövete nyitott a Nagybánya-Vaja gyorsforgalmi támogatására, és nem csak kifejtette a két kormány mielőbbi találkozásának fontosságát. Biztosíthatom önöket, hogy a közúti forgalom infrastruktúráját illetően komoly együttműködési terveink vannak. Ebben a tekintetben a két kormány közösüléseinek vagy a két ország gazdasági minisztériumának tanácsüléseit szeretnénk indítványozni újra. 2009 óta nem voltak ilyen találkozók. Ahhoz, hogy a meglévő terveket végrehajtsuk és újakat kezdeményezzünk, szükség van az együttműködésre, mondta Zákonyi Botond Magyarország bukaresti nagykövete. Zákonyi Botond ígéretet tett, hogy évente legalább egyszer látogatást tesz a Magyarország határaihoz közeli román megyékben. Farsang és egyben nőknapi mulatságot szervezett Máramarosszigeten március 8-án szombaton az RMDS. A rendezvényen közel 150 személy vett részt, köztük Illyés Gyula, RMDS főtitkár helyettes. Szeretem Máramarosszigetet, megmondom őszintén, a környezetét, a történelmét, a hangulatát, és nagyon örülök, amúgy egy nagyon kellemes feladatom van, hogy köszöntsem a hölgyeket az RMDS vezetősége nevében, meg hát az itteni magyar közösséget. Ez egy nagyon szép közösségi rendezvény,
és nagyon jó, hogy ez megtörténik. Nem csak azért, mert most az emberek nagyon jól érzik magukat, de gondolom, hogy ennek a hangulatát azt azért sikerül egy kicsit átvinjük a hétköznapokban is, és nagyon fontos. Még fontosabb talán egy olyan városban, ahol a magyarság részaránya nem olyan nagy, tehát itt a közösségi élmény az talán sokkal értékesebb és fontosabb. Ijezsül a főtitkár helyettes kihangsúlyozta tovább a magyar összejövetelek fontosságát és ennek közösségépítő szerepét. Nagyon sajnálom, hogy egyesek nem tudták, mások nem tudtak eljönni. Köszönöm a figyelmet, maradjanak továbbra is a TV Sziget adásai mellett!